Nem kér bocsánatot korábbi állításai miatt Donald Tusk, sőt tovább támadja Magyarországot és a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt elnöke. A politikus ismét autoritár tendenciákról és nacionalizmusról beszélt egy csellapban. Donald Tusk korábban a koronavírushoz hasonlította a magyar kormányfő járványügyi tevékenységét, ténykedését, illetve a hazai rendkívüli jogrendet. Szijjártó Péter most úgy reagált, a néppárti elnök erejéből és képességéből mindössze sunyi nácizásra, hazugságok és álhírek terjesztésére tellett. A hosszú hétvégén jelent meg a Donald Tuskkal készített interjú a Cseh Respekt című heti lapban. Az Európai Néppárt elnöke ebben ismét támadta a magyar miniszterelnököt, annak ellenére, hogy elismerte, Orbán Viktor volt az egyik fő támogatója 2014-ben, amikor az Európai Tanács elnöki székébe került. A néppárt elnöke most így fogalmazott, akkoriban még sehol sem hirdették a nacionalizmust, és nem mutattak olyan autoriter tendenciákat, mint most Varsóban és Budapesten. Nem ez az első alkalom, hogy Donald Tusk élesen támadja a magyar kormányfőt. Az Európai Néppárt elnöke a járványhelyzetben is többször nyilatkozott a magyar miniszterelnökről. A német Der Spiegelnek adott interjújában például náci párhuzamot vont Orbán Viktorral kapcsolatban. Április elején pedig a koronavírushoz hasonlította a magyar kormány fő járványügyi ténykedését, illetve a hazai rendkívüli jogrendet. Donald Tusk leszerepelt a világjárvány hatásainak kezelése során, így reagált közösségi oldalán Szijjártó Péter Donald Tusk legutóbbi interjújára. A külügyminiszter azt írta, a néppárti elnök erejéből és képességéből mindösszesen sunyi nácizásra, hazugságokra és álhírek terjesztésére tellett. Szijjártó Péter így folytatta, Donald Tusk Európa legnagyobb pártcsaládját vezeti, ami nyilván lehetővé teszi, illetve tette volna számára, hogy segítsen az európai embereknek az elmúlt hónapokban. A külügyminiszter feltette neki a kérdést, hány lélegeztetőgépet sikerült Európába hoznia, és milyen intézkedéseket kezdeményezett az európai gazdaság újraindítása érdekében. A magyar kormányt itthon és külföldön folyamatosan hazugságokkal támadták az elmúlt hónapokban a rendkívüli jogrend miatt. Többen a demokrácia haláláról, diktatúráról beszéltek bizonyítékok nélkül. A különleges felhatalmazást visszavonó törvényjavaslat múlt heti benyújtása után Kovács Zoltán államtitkár levélben hívta fel a külföldi kritizálók figyelmét a hazugságaikkal szemben a tényekre, és felkínálta nekik a bocsánatkérés lehetőségét. Emlékeztetjük őket arra, hogy miközben a tények magukért beszélnek, milyen penetráns hazugságokat fogalmaztak meg az ország ellen, és egyúttal megpróbáljuk a figyelmükbe ajánlani, hogy amikor az ember ilyet tesz, vagy egy újságíró és egy tudós valótlanságokat, hazugságokat fogalmaz meg, akkor van olyan szituáció, amikor érdemes és illik bocsánatot kérni. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet, illetve a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatról szerdán kezdődik a vita az országgyűlésben.